Üdvözlöm a kedves nézőket! Ahogy az előző videóban, a magas művelési szőlői metszések második részben ígértem, itt ezt a sort meghagytam, mert ez nekem rajjaj egy kis gondot fog jelenteni. Hosszú szárveszőket kell kialakítani. És hát mondjuk ennél a tőkénél rögtön balra még megy egy, de ez már elég rövid kis szárvesző, úgyhogy lehet ennek a végén nem tudom, mi lesz. Ez is egy olyan szerencsétlen tőke, hogy nem tudom, ebből hajtuk egy ilyen rövidet, aztán lesz, ami lesz. Itt nő egy biztosítócsapnak való, ezeket pedig kénytelen leszek rövidre vágni. Itt is az van, hogy a közepén egy kopasz rész van. Nem tudom, hogy mit lehet csinálni, hogy milyen jó lenne, ha itt kijönne. Lehet megpróbálom azt a trükköt, hogy mondjuk látszólag itt lenne egy olyan hely, ahol rejtett rügyek vannak. Gyümölcsfáknál beválik az a módszer, hogy fűrésszel a rügy fölött kicsikét bevágják a... Csak hogy ezt pont itt kéne bevágni. Jaj, de jó. Most ez itt nagyon kellemetlen. Mondjuk ez is itt egy rügy, látszik. Én nem tudom. Akkor azt fogom csinálni, hogy itt az oltás lent, tehát itt már egy nemes rész. Hát én vágok ide egy kicsikét, körülbelül fél centi mélyet, meg mondjuk ide is. És akkor majd kiderül, hogy volt-e alatt a rügy, ami ki fog jönni. Na jó, akkor nézzük, hogy metszük meg ezt a sort. Először is, tehát ezt fogjuk elhajtani. Itt ez, minden jó megy, akkor biztosító csapot fog alkotni. Igen. Akkor itt ezt hajtjuk el balra. Ezek itt nem kellenek. Ez a jó, ez a szőlővessző. A szecskázó gépet erre találták ki egyébként. Érdekes. Nagyon jó vele szecskázni. Itt is megpróbáljuk ezt a trükköt. Itt van egy nagyon szépen kiduzorodó rügy. Mert finoman jajjá, csak ne vágjon ezt itt véletlenül. Jó, van ennyi, aztán meglátjuk, hogy ez ér-e valamit vagy sem. És akkor ez majd le fog ugye menni. Hát ez itt körülbelül hát addig érne el majdnem, csak hát a vége a kérdés, ez tisztán látszik, hogy érdekes, ez zöld. Tisztára száraznak néz ki. Hát akkor ez úgy lesz, hogy ezzel a végálló szemmel meghagyjuk, és akkor majdnem pont akkora, mint amennyi tavaly volt. Nagyszerű. Na, menjünk tovább. Hát itt akkor... Hát én nem tudom, az olyan... Ez itt mi? Az él. Jó, akkor ebből remélhetőleg jövőre lesz mit lehajtani, hogyha ebből kijön valami. És akkor itt bal oldalt ezt innen levesszük. Nem is tudom. Szerintem ezt meghagyom itt ennek a féle biztosítócsapnak. Sok ez így ide le fog hajolni. Úgyhogy ezzel majdnem találkozik.
És akkor ez így ilyen fele más lesz. Egyik fele szálvesző, másik fele pedig hát ilyen valamilyen csapok. És akkor itt, hát igen, itt is most az a helyzet, hogy ez az, ami a legalkalmasabb arra, hogy az ember elhajtson. Egyébként, ha onnan kijön két olyan rügy, ami alkalmas arra, lehet, hogy ebbe is kéne zöldbefást oltani, mert ez egy viszonylag kései fajta, és itt van ez a nem tudom milyen virág felfuttatva kerítése, hát ez délután árnyékolja, tehát csak fele napot kap, és ez nem akar beérni igazából, tehát lehet, hogy ha szerencsénk van, akkor ezt átoltjuk. Ja, ezt is itt inkább, még a dótot is meg kell feszíteni. Na most akkor. Hát innen, megint a part szakad, hogy hát igazából ezt kéne elhajtani, de ezt nem tudjuk elhajtani, mert már eleve törik. Akkor ezt itt meghagyjuk itt kétszer, mert aztán gatya. És akkor ezt megpróbáljuk elhajtani jobbra. Na, és akkor itt van ez a szőlő, ami már, hát az már legalább negyedik éves szőlő. Hát ez egyszerűen nem akar semmire se jutni. Igen, száraz, száraz. Hát, az egy gyenge kis félszálveszőt lehetne ide elhajtani. Jó, az ott lehet, és akkor... Hát, itt tényleg most mi a fenét lehet ezzel csinálni. Hát... Hát, hogy az a legjobb, hogyha ezt meghagyjuk két szemre. Ez már minthogy, hogy te már igen, ez olyan, hogy szőlőfült van benne. És akkor ezt hajtanánk le. Ide. Mondjuk ezzel a végálló szemmel. És akkor... Húha, nagyon jó néz ki itt. Ez... Roppant érdekes ez a... A drót az éppen hogy csak itt van. Na, ezt meg kell szerelni. Úgy néz ki, hogy ez talán jó lesz, ha minden jó megy. Csak egy följebb húzom mindenütt, ahol basszus, ez mi volt? Ja? Nagyszerű, leakadt. Hova tűnt? Na, ez egy egész tűrhetőnek néz ki. Egy kicsikét lelóg. Méghozzá azért, mert itt ide van kötve. Tehát azt ott le kell szedni. Hol van a metszóló? Ennek az alsó
úgynevezett vezérdrótnak kell a legfeszesebbnek lennie, mert ezen van a szőlőnek a súlya leginkább. És akkor kötözzünk. Na, akkor ez meg volna. Itt még ugye egy dologra kell ügyelni mindig, hogy amit itt is lehet megfigyelni bárhol, hogy azok a szemek, amelyikről majd a fürtöket szeretnénk leszedni, azok semmiképpen ne szoruljanak a drót alá, hanem azok mindig szépen szabadon legyenek, és innen ki tudjanak törni, ahogy a vesz. Hát nem számít. Ennél is nagyon szépen ott vannak azok a szemek, amelyikről remélem, hogy lesz valami. Itt is, tehát tulajdonképpen nem rontottam el. Itt is szépen ott vannak azok a szemek, amik. Na. Hát itt most még annyi van hátra, hogy még ezt a másik három drótot is megfeszítem. No. Akkor ez a videó ennyi lett volna. Az alacsony kordonról szőlőnk meccésével. A következő videóban az új szőlősor a meccését nézzük meg majd. Addig is a viszontlátásra!